a Nyírségvíz Dispatcher központja. Ide érkeznek be többek között a vízmérő fagyással kapcsolatos bejelentések. Tavaly közel 1400 ilyen ügyben intézkedtek a nyírségvíz szakemberei. Az előrejelzések szerint komoly fagy várható az elkövetkezendő napokban. Éppen ezért érdemes időt fordítani a vízmérő aknák megfelelő szigetelésére, ezt már Szilágyi Miklós Zoltán mondta el Híradónknak. A Nyírségvíz üzemviteli vezetője hozzátette. Amennyiben nincs megfelelően szigetelve a vízmérő akna, több ezer forintos költsége is lehet az óra cseréjének. A vízmérő aknákat a felhasználó kötelessége megóvni a fagykároktól, illetve mindenféle mechanikai sérüléstől. Ilyenkor legjobb a szigetelés, olyan szigetelőanyagot választani, ami nem szívja a nedvességet. Legalkalmasabb erre és legkönnyebben beszerezhető a hungarocell, de bármilyen más szigetelőanyag megfelel, hogy megvédjük az óránkat a fagyástól. Pontosan egy hete köszöntött be a nagy hideg, de ennyi idő alatt is közel 100 esetben érkezett bejelentés a Nyírségvíz központjába. A hatályos jogszabályok szerint a fagy miatt elfolyt vizet, a mérőcsere költségeit és a vízmérőt a felhasználóknak kell megfizetnie, mivel a törvény szerint a vízmérő fagy elleni megfelelő védelméről neki kell gondoskodnia. Fontos, hogyha a fagyásnak semmilyen látható nyoma nincs, tehát a vízmérő nem fagyott szét, akkor a felhasználó is meg tudja oldani a kiolvasztást. Ha észleli és tudja, hogy egy fagyás történt, akkor valamilyen melegítő eszközzel óvatosan végig melegíti a rendszert, ez magától is meg szokott oldódni. Itt alkalmas rá a kézi lámpák, illetve különböző elektromos eszközök, amivel az aknában tud meleget előállítani. A Nyírségvíz munkatársa kiemelte azt is, érdemes időt fordítani a vízmérő akna szigetelésére, hiszen egy szétfagyott mérőberendezés cseréje elérheti akár a 18 000 forintot is.